Két izraeli állampolgár meghalt, négy pedig megsebesült két palesztin terror támadásban. Szombat este egy palesztin férfi késsel támadta egy ortodox zsidó családra Jeruzsálem óvárosában, ahol a két szülő vesztette életét. Hajnalban szintén az óvárosban egy palesztin merénylő késelt meg egy zsidó fiatalt. A jeruzsálemi polgármester kiemelte, a palesztinok egyik terrortámadást sem ítélték el. Egy izraeli miniszter szerint a támadások Mahmoud Abbas úszító beszédének következményei. Izraeli katonák tartják fenn a rendet Jeruzsálem óvárosában, miután néhány óra leforgása alatt a palesztinok két terrortámadást is elkövettek. Szombat este a városrész egyik legforgalmasabb bejáratánál, az oroszlános kapu közelében egy palesztin férfi késsel támadt egy öttagú ortodox családra. Az apa a helyszínen életét vesztette. Az édesanyját a mentők még kórházba szállították, de az orvosok rajta sem tudtak segíteni. A gyermekek is megsebesültek a merényletben, köztük a legkisebb, egy 2 éves is. A palesztin támadót a rendőrök agyonlőtték. Nem sokkal a merénylet után az Iszlám Dzsihád nevű palesztin terrorszervezet közleményben vállalta a felelősséget a gyilkosságért. Az eset után a jeruzsálemi lakosok tüntetést szerveztek, válaszlépéseket követelve az izraeli kormánytól. Jeruzsálem polgármestere szerint a hasonló támadásokért a palesztin hatósága felelős, és szintén cselekvésre hívta fel a kabinet figyelmét. Ez egy barbár, gyilkos támadás ártatlan emberekkel szemben, amely a nyilvánvaló uszítás eredménye. Csak tegnap temettük el a napokban meggyilkolt másik házaspárt, és nem hallottuk, hogy palesztin oldalról elítélték volna a gyilkosságokat, mondta a polgármester. A kettős gyilkosság után csak néhány óra telt el, amikor a damaszkuszi kapunál egy másik palesztin férfi szintén késsel támadt egy 15 éves zsidó fiatalra. A fiút súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a támadót pedig a rendőrök még a helyszínen lelőtték. Izraelben épp a napokban ünneplik a sátrak ünnepét, ezért a hatóságok megerősítették a rendőri jelenlétet az óvárosban. Az óvárosba a következő 2 napon csak izraeli állampolgároknak, az óváros lakóinak, turistáknak, az óvárosi üzletek dolgozóinak és az ott tanuló diákoknak szabad belépniük. Az Al-Aqsa mecsetnél pedig csak nők és gyerekek és 50 évesnél idősebb férfiak imádkozhatnak, mondta az izraeli rendőrség szóvivője. Közben a rendőrség folytatja a keresést a csütörtöki palesztin terrortámadás elkövetője után Cisjordániában. Vasárnap hajnalban Jenin városában tartottak razziát, amikor a palesztin lakosok kövekkel kezdték dobálni az egyenruhásokat. A hírek szerint a Hamas terrorszervezet egyik tagjának sikerült elmenekülnie a rendőrök elől, de két másikat letartóztattak.